Akkor most az a feladatom, hogy hozott még egy szépet. Hozok kérlek, és ne fáradj. Jaj. És közben kérem ide Lukács Jánost, akiről azt kell tudnunk, hogy... Gyere! Azt kell tudnunk, hogy 66-os évjáratú. És bocsánatot kérek tőled, János, hogy azt mondom, hogy van neked becsületes foglalkozásod is, hiszen van egy villamosmérnöki diplomád. Becsületes diplomának van. Az én számomra ennél szóval mindegy. Na, a dolog lényege az, hogy miután elvégezte János a mi egyetemet, belépett a jezsuita rendbe, alapos jezsuita kiképzést kapott a világ különböző csücskeibe, Münchenbe, Párizsba, utóbb Cambridgebe, Amerikába, és így tovább. Hosszú időn keresztül volt novicius mester, voltál tartományfőnök is, és most megint novicius mester vagy. És most kérd a szót. Köszönöm az előadónak, meg az első korreferensnek, hogy ilyen nagy lépéseket tettek az én területem felé, mert ugyanis elég sokat kérdeztem magamnak, hogy az én szerepem ebben a majd délutánban mi lenne pontosan, ugyanis az értelmiségi világtól a diplomámat leszámítva eléggé távol érzem magam. Nem tanítok, nem járok ezekben az egyetemi körökben, hanem egy olyan világban élek, amelyik hát tényleg így lehet összefoglalni, novicius mesterek, akik belépnek a jezsuita rendben, két évre a kezeink közé kerülnek. És alapvetően, ha részletesebben kell elmesélni, akkor próbálom mondani általában, hogy hát reggel imádkozunk, utána reggelizünk, utána elmosogatunk, utána valamilyen témát megbeszélünk, akkor utána ebédelünk, akkor kicsit játszunk, vagy pihenünk, vagy ki tudja, akkor utána nem. És akkor mondom, és általában ilyen sok gyerekes anyukák szoktak legmára borintani, hogy igen, akkor már értem, hogy körülbelül telik a napod. Tehát egy nagyon bizonyos szempontból nagyon szűk világ. Néha nagyon szűknek érzem én magam is, néha pedig egy hihetetlen tágvilág, mert azokon keresztül, akik jönnek, meg hát a noviciátuson túl mondjuk legtöbb kapcsolatom hasonló cipőben járó már szerzetesekkel van, akik szintén még 20 évvel a hivatalos újraindulás után még mindig sokszor úgy érzik, hogy az első lépéseket teszik meg, és a jezsuiták még mindig jobban állnak náluk, és sokat tudunk segíteni, meg hasonlók. Tehát kb. Ez az én hátterem, és az a néhány dolog, amit gondoltam, hogy elmondanék, az ebből a háttérből ez talán érthető. Az első az, hát így gondolom, hogy a meghívásom az részben a pápának, pápával való, hát így jezsuita rokonságomnak is szól, ami váratlanul egyébként sokkal közelebbé vált, mint ahogy azt gondoltam volna, mert attól kezdve, hogy rájöttem én is, hogy ez egy jezsuita, akit itt megválasztottak. Attól kezdve csak néhány másodpercbe telett, amíg rájöttem, hogy van, nem kell hatot számolni, amíg eljutok hozzá ismerősök tekintetében, hanem van egy közös ismerősünk, egy nagyon közeli, aki ráadásul már aznap este, meg másnap délelőtt már az interneten is nagyon szerepelt, és aki először még úgy, hogy hát, mintha egy külföldi valaki lenne, így, a magyar ragozás is még mutatta, hogy aztán, de csak egy néhány percbe telt, aztán még kiderült. És hát ő speciál éppen dobogókő volt, amelyik speciál éppen a Sodrás utcai rendház fennhatósága alá tartozott, és speciál éppen egy néhány dolgot tisztázni kellett a következő kb. 72 órában, úgyhogy eléggé érintve éreztem magam a pápa választás révén. Az első dolog, amit megkérdeztem magam, az az, hogy tulajdonképpen számomra nagyon általánosnak tűnt ez a kérdés, ami teljesen érthető, hogy most mi változik ezzel, hogy mi bárhol van, mert van egy néhány sztori, körbe küldenek Facebookon mindenféle vicces videókat, hogy ezt csinálja a pápa, háttérben általában kicsit szigorúbban figyelő kardinálisok, azért ott láthatók. Tehát így az ember így benyomásokat kap, de mondjuk olyan nagyon komolyan, most akkor tényleg is mi várható, hogyan, hát egy dolog jutott eszembe, ezt most itt megkísérelem megfogalmazni, ami azzal kapcsolatos lehet, amit így a Pax Románánál, hogy hát ugye ismerek így régről, meg így a honlapon is mindig, hogy az az értelmiségi szerep, ugye most az micsoda.
és ez hogy van tulajdonképpen, és hogy ebben valami újdonságot lehet-e felismerni. Az én szerény meglátásom az, hogy nem mondom most, nem fogom most már többször mondani, csak most már utoljára, ez azért nagyon speciális hátteremből következik nyilvánvalóan, de úgy látom, hogy az, amivel itt a Paxovánán is újra meg újra előkerül ez a kérdés, ennek az egésznek a tisztázatlansága Nyugat-Európához képest bizonyos értelemben lemaradtságunk, ahogyan mondjuk egy egyházra, egyházon belüli, de mégis egyházra egy kritikus fényben, kicsit mint egy oldalt lépve, megállva, rátekintő összefüggéseket felismerő, felvázoló beállítottság, szellemi beállítottság, annak a műveltsége, amely képes jelenségeket kontextusba tenni, tehát ez az értelmiségi, keresztény értelmiségi létmód, amiről beszélünk. Én ennek az izgalmát is ismerem, de leginkább még a 80-as évekből, amikor még hát boldog műegyetemista voltam, és sokszor így fénymásolt papírokon jelentek meg olyan dolgok, amiket érdemes volt elolvasni, összefüggéseket villantottak fel, segítettek megérteni helyzeteket, kritikusan is, ami akkor nem volt túl nehéz az akkori Magyarországon. És ismerem ennek a létmódnak egy bizonyos fáradtságát is. Egy bizonyos erőtlenségét is. Tulajdonképpen sok mindent unni kezdek mostanában, azt veszem észre. Nem csak arról van szó, hogy, hát főleg arról van szó, hogy az a világ, ami most engem izgat, meg még tényleg nagyon-nagyon izgat, egy nagyon szűk világ, és ez nem könnyen találok, főleg Magyarországon dialógus partnert ezekben a témákban, amik engem izgatnak. De ezen kívül is azt, hogyha most így ezt a korreferátumot is hallgattam, hogy tulajdonképpen sokkal izgalmasabb arra figyelni, hogy hol van az élet. Mondjuk ilyen egy egész egyszerűen. Hol fezsegnek dolgok, hol történik valami. És ezek a példák is, amiket hallottunk, ott van mögötte óriási intellektuális felkészültség. Például akkor, amikor a gazdaságról gondolkodunk, hogy hogyan lehetne igazságosabban. Szóval ez az ember, akinek most nem tudom a nevét hirtelnyébe, de azt hiszem, hogy ezzel foglalkozott rendesen, és hát sok mindent írt, és hát gyakorlatilag a genetikát is írtam, hogy ez kiderült. Szóval, hogy nyilván hatalmas felkészültség van mögötte, de ami igazán izgalmasra teszi a dolgokat, hogy ez hogy kezd működni. Mi történik a gyakorlatban, a valóságban. És az én perspektívámból nézve, az értelmiségi szerepre nézve, ez valami olyasmit jelent, hogy amire szükség van, az nyilván fölmerül akkor a kísértés, ha ez nem olyan izgalmas most már, akkor hagyjuk. Tehát mondjuk lépjünk egyet vissza, vagy hasonló. Ami véleményem szerint most amire szükség lenne, az egy lépéssel tovább, és ez pedig, ezt mondjuk, hogyha az értelmiségi szerepet úgy nézem, mint a gyakorlatnak, a valóságnak egyfajta intellektuális, lehetőleg jó szándékú kritikája, akkor ezt az újabb lépést ezt úgy foglalhatnám össze, mint ennek az értelmiségi szerepnek egy spirituális kritikája, vagy önkritikája. Elmondom, hogy jutottam ehhez. Tehát nyilván tudom, hogy így magyarként pont még tényleg pont Amerikában tanultam egy ideig, és akkor ott létrehoztunk egy kis bibliakot, ökumenikus, pont egy evangélikus, ott Harvardon doktorált egy fiú, akivel együtt csináltuk, és hát nagyon persze többségben katolikusok voltak a fiatalok, beszélgettünk dolgokról, olvastunk egy-egy részletet az evangéliumból. És hát sokat lövögetett engem ez az evangélikus barátom, hogy hát látok az igazság, hát néznek, hogy milyenek. Akármilyen kérdés merül fel, rögtön néznek az atyára, hogy akkor ezt hogy kell érteni.
hogy hát a reformáció, meg egyáltalán a felvilágosodás, meg az, hogy lehet véleményed, ez kimondhatod, nem lesz belőle baj, sőt, ráadásul az Isten is meg szólni tud hozzád azon keresztül, hogy egy szöveget megértesz, és te magad valamire eljutsz, hogy hát nem nagyon vagytok ezzel messzire, ezzel lenni katolikusok. És hát tényleg ezt, tehát mondjuk ezt ismerem ezt a helyzetet, nagyon jól ismerem, de ugyanakkor nagyon jól ismerem azt az állapotot is, hogy még 89-ben friss műegyetemi diplomával elkezdtem teológiát tanulni Budapesten, és hát nagyon jól emlékszem hát mondjuk példának mondom az Ószövetségi bevezetést, amit itt megtanultam, nagyon-nagyon szigorú történeti kritikai módszerrel, gyakorlatilag a felvilágosodás kihívására most utólag úgy fogalmaznám, brilliáns választ mutatott be ottani professzorom, és hát mindent szét lehetett szedni, kritikai távolságban mindent meg lehetett nézni, de semmi probléma nem volt. Azzal volt nehézség, hogy ezzel nem tudtam mit kezdeni. Úgy tekintettem, mint jó, hát ezen keresztül kell menni, aztán valami lesz. És óriási felszabadulás volt számomra, külföldre kikerülve, és speciál ez Párizsban volt, ahol egy néhány jezsuita iskolában voltam, és egy néhány hihetetlen inspiráló biblikus tanárom felvilágosító munkája nyomán nagyon hamar rájöttem, hogy azon kívül, amiről én azt hittem, hogy ez az egy lehetőség, egy történeti kritikus módszer, azon kívül még van kb. 16 másik móda, ahogyan a Bibliához lehet közelíteni, mert lehet narratív szempontból is elemezni, meg lehet, mit tudom én, ezerféle szempontból is elemezni, és igen fontos szempont az, hogy mivel, hogy magának a Bibliának, a bibliai történeteknek a megértéséből fakadó szempont, nem csak egy ilyen ájtatós dolog, amit így ráteszünk erre az egész tudományra, hogy ez mit ad, hogy ez hogyan jön át, hogy ezzel mit tudok kezdeni, a gyakorlatban mi hasznom lesz vele. És ez egy példa most csak arra, hogy azon kívül, hogy mondok értelmiségi szempontból érdekes, fontos, lényeges dolgokat, mint mondjuk az én budapesti biblikus tanárom annó, tényleg nagyon, nagyon tökélet, lehetett vitatkozni bizonyos dolgokról, tehát teljesen, teljesen jó volt ebből a szempontból, de ez a másik reflexió nálam még hiányzott. Aztán utána hallottam, hogy már hozzáírt még néhány fejezetet az amúgy sem vékony könyvéhez, és akkor próbálta ezt így kicsit kibővíteni, de azt akarom mondani, hogy itt van egy módja annak, ahogyan az intellektuális reflexióra még magára reflektálni. Ez bizonyos szempontból egy egészen új jelenség, véleményem úgy látom, hogy ez egy kor igényé vált, de ez tényleg számomra ez a kor igényt azt úgy tudom mondani, hogy akikkel én találkozom, köztük tényleg vannak tanszékvezetők, meg mindenféle értelmiségi emberek, de ahogy mondjuk én találkozom velük, az általában az, hogy eljönnek a lelkükről beszélgetni, vagy eljönnek a lelkügyakorlatra. És ott elhangzott az, hogy nem könnyű jó és rossz dolgok között különbséget tenni, mert tényleg nagyon zavaros a világ, különösen a politika világa. De ezen kívül, ami nyilván egy kritikai megkülönböztetésnek a feladata, hogy jó és rossz dolgok között bizonyos szempontból, bizonyos értékek, egy értékrend mentén meg tudja különböztetni jelenségeket. Ezen kívül nálunk, ugye a Szent Ignáci lelki gyakorlatokban, vagy egy személyes útkeresésben egy további, egyáltalán nem, ha valaki tényleg elindul egy ilyen lelki, emberi növekedési úton, egyáltalán nem olyan távoli következő lépés, hogy jó dolgok között kell különbséget tenni. És hogy a csodába teszek különbséget jó dolgok között? Ez egyébként számunkra most így jezsuiták számára így ennek a reflexiós folyamatnak is egy mellékága volt, egy kicsit visszanézve. Hát így vicces volt visszanézni, hogy na hát olyan dolgok, amiket 10-15 éve halálfontosnak tartottunk, hogy azok közül most tulajdonképpen mi lett. Volt egy néhány, ami tényleg szépen kinőtte magát, volt olyan, amit nagyon, nagyon racionálisan, nagyon sokszorosan átgondolva kritizáltunk, beadtunk az akkori tartományfőnöknek erről
hosszú levele, megindokoltuk 28 pontban, és hát egymásra nevettünk, amikor főleg hát a másik alkotó, mondjuk amíg én tartományfőnök lettem, annak a levélnek a másik fő alkotója, az meg Miskolci iskolának az igazgatója volt. Hogyha mondjuk úgy történnek a dolgok, ahogy mi ottan nagyon-nagyon racionálisan, meg mindent jónak láttuk volna, akkor most az egyik fő büszkeségünk sehol se lenne. És más dolgok pedig fordítva, amik nagyon-nagyon fontosnak. Tehát, hogy mi a... És ez egy óriási, hihetetlen érdekes kérdés, hogy ami jónak tűnik, értékrend szempontjából rendben van, alá lehet támasztani érvekkel, hogy az... Most azért akadok el, mert egy másfajta gondolkodásmódba kell átmenni, és nem olyan egészen közvetlen a kapcsolat, de az Isten országa szempontjából most ez tulajdonképpen mit ér. És nagyon könnyen azonosítjuk a kettőt. Hát ha értékrendünk szempontjából ez fontos, akkor az Isten országa szempontjából biztos fontos. És az az érdekes, hogy ez egyáltalán nem ilyen világos ez az összefüggés. Tehát ezt mi úgy mondjuk a lelki gyakorlatok nyelvén, hogy a gonosz lélek, amikor egy kezdőt kell megkísérteni, akkor hát nagyon könnyű dolga van, mert odarakad egy jó vaskosan kísértést, mondjuk egy nő, vagy egy nagy forsú sör, vagy mit tudom én minek a képében, és akkor az illető erre, mivel vagy gyenge, meg az értékrendje, stb. Hát akkor rárajta, és akkor már is jó, meg van kísérte, és semmi probléma. De mi van, ha egy lélek már finomabb, már észreveszi a dolgokat, már emelkedettebb, akkor itt úgy kell megkísérteni, hogy jó dolgokat kell neki mutatni. Például két nagyon jó, igen. Tehát, hogyha valakit, aki tényleg keresi mondjuk az Isten akaratát, meg akarunk kísérteni, akkor legjobb neki mutatni csupa értékes dolgokat. És akkor nagy valószínűséggel össze fog zavarodni, valamelyiket kiválasztja, amelyik úgy hát persze ez egy jónak tűnik. És ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Itt egy részletet itt felolvasni csak. Számomra nagyon izgalmas. Amikről beszélek, azoknak mind megvan nagyjából a párhuzama a 16. században. Szerintem nagyon sokban hasonló korszak volt, de az első jezsuitáknál, akik tehát arról voltak híresek, hogy elvégezték a Párizsi Egyetemet, tehát tényleg az akkori lehető legjobb képzést akarták azért, hogy jobban szolgálhassák a lelkeket, ahogy ők mondták. És akkor Xavieri, és hát most így visszagondolom, hát a jezsuiták ilyen intellektuális rendnek, stb. Most így a Xavieri Ferenc, akit ugye Ignác elküldött Indiába, úgyhogy utána szépen máshol nem is találkoztak, ott fejezte be az életét Kína kapujában. Azt mondja, hogy 1544-ben írja, hogy ezen a vidéken sokan csak azért nem lesznek keresztényekké, mert nincs, aki keresztényekké tegye őket. Nagyon sokszor eszembe jutnak az európai egyetemek, különösen a párizsi. Szeretnék végigrohanni, és válogatás nélkül szerte kiabálni, hogy azokat, akikben több a tudomány, mint a szeretet, így döbbentsen meg. Jaj, a lelkek milyen nagy száma van kizárva a mennyországból a ti bűnötök miatt, és jut kárhozatra. Tehát egy jó, mint az ő stílusában megfogalmazott kritika, arra nézve, amikor az intellektuális reflexió gondolkodás nincs beállítva oda, ahová tartozik. Egyébként ez az enciklika számomra is nagyon, nagyon izgalmas ebből a szempontból, hogy beágyazza pont a lényegben. Tehát, hogy pont sokféleképpen meg lehet fogalmazni társadalmi, teológiai, ünnepi összefüggésekben, de hogy a reflexió, az igazság keresése, annak a helye a szeretetten belül van, egyik sincs a másik nélkül, meg stb. Ez nagyon izgalmas. És itt nem csak arról van szó, hogy hát így, ezt is lehet így, hogy hát jó, mert azt hitte, persze hát egy nagy teológiai tévedés áldozata volt a Xavier, mert azt hitte, hogy hát nyugodtan keresztelget egymás után, és hogy akkor ezzel ugye megmentít a lelkeket, és akkor akik meg nem keresztelgetnek folyamatosan, hát azok. De igazából nem erről van szó, mert itt tovább beszél erről, hogy az, hogyha meghallgatnák azt, amit mondok, az talán arra indítaná legtöbbjüket, hogy miután elmélkedtek Isten ügyéről, törekedjenek meghallani lelkük mélyén az Isten szavát, és feledve egyéni kedveléseiket, meg pusztán az emberi dolgokat, mindenestül Isten útmutatására és döntésére bízzák magukat. Szívből így kiáltanának, itt vagyok, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek, küldj oda, ahová csak kívánod, akár még Indiában is.
Tehát, hogy van egy másik hang, amire meg kell tanulni figyelni, és az lehet, hogy azt mondja, hogy maradj a Sorbonnon és taníts. De ez egyáltalán nem biztos. És azt hiszem, hogy ez akikkel én találkozom, azok igazából képzett emberek, be vannak ágyazva nagyon sokszor tényleg akadémiai körökbe, és ami az életükben friss, eleven, üde, ami engem is nagyon izgat, az, hogy ezt a következő lépést hogyan tegyék meg. És a pápához, vagy a témánkhoz, amennyire megértem, hogy mi a témánk, ez az egész ez úgy kapcsolódik, hogy számomra az tulajdonképpen a legizgalmasabb jelenség most azzal együtt, hogy nagyon keveset lehet mondani szerintem még egyelőre egyébként mi lesz. Egyik legizgalmasabb jelenség az, hogy milyen elegáns mozdulattal túllépett az új pápa ezeken a nagyon bebetonozott ideológiai... Tehát már a rendtársaim már ott előtte, hogy már így készült a pápa választás, már így felhívták a figyelmet különböző cikkekre, különböző emberek, mit tudom én, a zsidó közösség, nem tudom ki, mindenki ott tökéletek felállították a kritériumokat, amiknek majd meg kell felelni szerintük az új pápának. És meglett a választás, és úgy tűnik, hogy mindenki egész boldog. Nagyon érdekes, hogy ugye a Pax Romano is egész boldog, mert nagyon sok érték, nyitottság, nagyon sok minden ott látszik. De ugyanakkor mondjuk ránéztem a Zenit, nem éppen nyitottságára vagy liberalizmusáról híres vatikáni hírügynökségre. Ő is egészen boldog, rengeteg pontban, amik számára fontosak, felsorolja, ha még a Bergoglio, még mielőtt pápa lett volna, véleményét, hogy miket mondott, nem tudom, abortuszban, házasságvédelme, stb. És azért jönnek egymás után a pontok. És tulajdonképpen a nagy kérdés az, hogy ez a kegyelmi állapot, ugye ezt is így, nem tudom, valamelyik cikknek a végén így olvastam, egész felkeltette az érdeklődést. Tulajdonképpen meddig tart az, hogy ez a jó indulat a média részéről, mert hogy rendszeresen mond olyan dolgokat, amik máskor nem mentek volna át a média szűrőjén, hanem fennak. És hogy valahogy ő képes volt megcsinálni azt, hogy ezeken a nagy, és már tényleg már évtizedek óta fárasztó módon egymásnak, és nem mozduló vonalakon valahogy túl tudott lépni. És ez szerintem, ez az, ami szerintem igazán érdekes. Ezt én annak tulajdonítom, hogy hát ő jezsuita, és hogy ismeri, tehát egy dolog az biztos, hogy közös bennünk, hogy ő is elvégezte a 30 napos lelki gyakorlatot, sőt minden évben egy néhány napot lelki gyakorlatokat adott, és ismeri ezt a valamilyen egészen konkrét utat, ami mégis nagyon-nagyon nehéz erről beszélni, aki nem ismeri mondjuk a Szent Ignáci lelki gyakorlatot, de az a jellegzetesség, hogy egy nagyon pszichológiailag, spirituálisan, nagyon konkrétan leírt útról van szó, aminek van egy belső logikája, és ami közös, tehát tényleg feketék, sárgák, fehérek, bárki ezt végezni tud járni ezen az úton, de mégis mindenki úgy érzi, hogy egészen a saját útját járja. És hogy nincs két ember, aki ugyanúgy végezni. És hogy ennek az útnak a sajátossága az, hogy újra és újra az ember rá bukkan első menende akadályokra, amelyek nem világos, hogy miért vannak, személyes akadályokra, és amikor világossá válnak, akkor mint ilyen előzetes meggyőződések, olyan igazságok, amik valamikor fontossá váltak korábban az életemben, de most már egyszerűen nem elég, nem jó, ilyeneket segít felismerni, és túljutni egy olyan módon, hogy a kritérium az, amit úgy szoktunk mondani, hogy igaztalás, tehát egy egész konkrét tapasztalat, amit meg kell tanulni, egy spirituális intelligenciának a kialakításával jár ez a, vagy segítésével jár ez a lelki gyakorlatos út, és aminek a hatása az, hogy megtanulok jó esetben, vagy sok segítséget kapok ahhoz, hogy úgy hozzak döntéseket, hogy azok ne egyszerűen egy értékrend függvényében történjenek, bár ezek fontosak, egész konkrét, nagyon világos értékek vannak,
hanem a döntések úgy történjenek, hogy a nyomukban érezhetővé váljon az én számomra is, meg mások számára is az a titokzatos valóság, amit Isten jelenlétének szoktunk mondani. Néha nagyon általánosan beszélünk róla, de vannak konkrét tapasztalataink róla. És hogy valahogy ilyen módon megtanulni, dönteni. És ez nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen ez a furcsa, tehát hogyha most elemezni próbáljuk tényleg, hogy most mi szerint megy ez a pápa, tényleg zavart, nem világos, nem, én sem tudom. De azt lehet látni, hogy ez valahogy olyan, tehát van benne is egy derű szemlátomást, lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy csak begyakoroltam mondjuk, hogy majd akkor hogy megy ki ott a balkonra, vagy nem tudom, de az mondjuk most már eltelt egy jó pár hét, tehát ez nem az, ez valami van, valami derű. Úgy látszik, hogy egész különböző emberek is, azok is, akik, hát nem tudom, hát azért zavar, mint egy van, aki mondja, hogy hát azért zavar, vagy mit tudom én, a liturgiával, vagy mit tudom, jaj, mit tudom, milyen ruhában, én is találtak ott. Tehát van, akit ez zavar, mint engem sociál, nem annyira zavar, de van, akit ez borzasztóan zavar, de ő is megbocsát, mert valahogy ez a derű, valami, és nem, ez nem csak egyszerűen személyes módszer, hanem tényleg valami olyasmi, ami a kereszténység lényegéhez tartozik. És ezt olvastam egy szikket, Hans Küng, ő is hát ugye egy kis értékelést ad, hogy akkor kövér, mik lennének itt a feladatok. És nagyon, hát ez elég merész, de úgy megalapozottnak tűnő történelmi párhuzamot hoz, hogy tehát a Ferenc névnek a választása, a Szent Ferenc és az akkori pápa, és akkor körülbelül ebből indul ki. De itt mond három kifejezést, amelyek alapján tehát Szent Ferencet meg lehet érteni, amely Szent Ferencnek hát három kedves kifejezése, és ami alapján ezt a mostani helyzetet ő próbálja elemezni. Tehát elmondanám, mert szerintem nagyon érdekesek. Ebből a szempontból megint ez az értelmiségi dolog, ami körül itt próbálok forogni. Tehát azt mondja Küng, hogy paupertas, humilitas, simplicitas. Ez a három, ami a mondjuk így Szent Ferencet, és amiket az új pápa úgy látszik, hogy hát hoz, mondjuk, vagy legalábbis nagyon ezek érezhetők rajta nagyon. Küng ezeket hát, kitölti tartalommal, hogy hát akkor ugye ő azt szeretné, hogy paupertas úgy fordítódjon le szegénység, hogy pénzügyi áttetszőség, tehát a vatikáni bank körüli botrányok, meg stb. Aztán a szegényekkel foglalkozás, aktív küzdelem a szegénység ellen, tehát a társadalom, tehát ez a konkrét társadalom alapító elkötelezettség. Aztán humilitas, tehát a lázatosság, emberség, így fordítja le megint Hans Küng, emberségesség, dialógus, non-konformisták iránti befogadókészség, előjáró, fellengzősség nélküli szolgálata és hasonló. Tehát konkrét tartalmakat tesz oda. Simplicitás, egyszerűség, Hans Küng így fordítja le, tisztán az evangéliumra alapuló teológia, emberek meghallgatása, felülről való indoktrinálás helyett, nem csak tanító, hanem mindig újra tanuló egyház. Tehát ez így nagyon jó, körülbelül ezt várja pápától. Hogyha ez az én elgondolásom, így az értelmiség szerepével, meg amit ahol most én érzem az életet, meg a továbbvezető utat, ha ez igaz, akkor ennek a három szónak én egy kicsit más tartalmat adnék. És ez tulajdonképpen így, ez érdekes lesz számomra, hogy ebből a szempontból vizsgálni, mi fog történni. Úgy adnék más tartalmat egy kicsit, hogy tehát szegénység. Rendben van, ez mint ahogy Küng, tehát bizonyos értékrend, cselekvésnek bizonyos iránya, ez teljesen rendben van. De van még valami más, hogyha abból a szempontból nézem, mint a cselekvés kritériumát, hogy hogyan vezethet ahhoz a derűhöz, örömhöz, békéhez, ami az evangélium jele, és amire tényleg szomjadnak az emberek, jobban most, mint elvont igazságokra, akkor a szegénységben én azt a felszabadulás teológiából jövő, de mondjuk abból nyugodtan ez még nem kell most ennél tovább menni egyáltalán. Tehát az a megállapítás, hogy az evangélium a szegényeknek szól, és amikor a szegényekkel közösségben vagyok, akkor vagyok abban a
elmenetünk egy kontextusban, ugye, ahogy mondani szoktuk, ahol meg tud szólítani az evangélium. És hogy a pápa ebbe a kontextusba akarja helyezni magát. És ez több, mint egy cselekvési program, elköteleződés, a szegénység felszámolása mellett meg hasonló. Tehát ebben benne van ez a felismerése, hogy az én saját programomnak szüksége lesz egy ilyen spirituális kritikára. Hogy itt vagyok ebben a kontextusban. Második a humilitás. Bergoglio erről sokat beszél. Még korábban is pont a Zenitán olvastam, hogy korábban erről beszélt. Az alázatosság megmutatja a saját kicsinségének tudatában levő ember számára a benne levő lehetőséget. Minél inkább tudatában vagyunk adományainknak és korlátainknak, a kettőnek együtt, annál szabadabbak leszünk az arrogancia vakságától. Ez nagyon érdekes megint, hogyha ő néhány évvel ezelőtt jezsuitáknak volt egy nagy ülésük Rómában, befejezem, és ott annak részt szokott lenni, hogy egy nagy rend, hogy akkor a pápa fogadja az ügybegyűlteket. Ott volt szerencsén, ez 2008-ban volt, voltunk 200-an körülbelül, és hát nagy témák voltak, ugye az is, hogy a pápával való kapcsolat, volt egy-két balhés jezsuita, volt egy-két valami húzódott a múltból, amit mindenki érzett, hogy most már ez terhes, valamit kéne csinálni. És hát nem kellett volna valami szöveget, vagy valamit kitermelni, volt bizottság, nem jutottak semmire, lett másik, az sem nagyon. És akkor hát kicsit szégyen szemre úgy mentünk a pápai kihallgatásra, hogy nem volt még ez a szöveg kitermelve. Hát lesz, ami lesz, és hát kicsit volt egy kis kedvetlenség is, mert amikor az elején egy kardinálistól, amikor a szerzetesekért felelős bíborostól kaptunk egy eléggé nyers letolást. De az a lényeg, hogy a Ratzinger, ugye, akivel hát a balhés jezsuitáknak általában balhék mondjuk így konkrétan lejátszottak, ez a, nem tudom mennyire tett, amit beszélt, 4 óra 20 perc, aztán vége, hogy jöttünk vissza, egy olyan felszabadult öröm volt ezekben a tényleg sokat látott viharvert jezsuitek, hogy egyszerűen teljesen megoldunk, de mi történt, mi van? És nagyon érdekes volt, hogy kezdtünk gondolkozni, hogy mi van. Hát az van, hogy ez a Ratzinger, ez a pápa, ez most átesett a gyakorlat tűzpróbáján, mert megégette az ujját ő is olyan helyzetekben, ahol fel se volt készülve rá, hogy milyen veszélyek várják. Mert azok a dolgok például, amiket ő így, hát a kis akadémiai köreiben, hát így fú, de érdekes, jó, tényleg minden jó. Egyszer kikerül ebből a körből, teljesen kiszolgáltatottá válik olyan értelmezéseknek, hogy ja, és akkor, amikor jezsuitákról, akkor úgy beszélt, hogy hát menjetek a határterületekre, azokra a területekre, ahol más ideológiákkal, más kultúrákkal találkozik az egyház, külső meg belső törésvonalakra, és akkor ebben benne valahogy nagyon finoman a hangsúlya, vagy ki tudja hol, benne volt az, hogy ezt úgy mondja, mint aki tudja, hogy ez milyen. Aki a törékenységének a tudatában mondja ezt. És ennek volt persze, így aztán a szöveget, ahogy elemezgettük, akkor tényleg ennek voltak egy konkrét jelei, de alapvetően ez. Egy alig kicsi valami, ami megfordított bennünket. Akit pedig hát, intellektuálisan, vagy mindenféle tényleg hát nagyon-nagyon. És hogy ez ennek a pártnak, ez megint egy hely, ahonnan lehet beszélni. És ami nem egyszerűen az, hogy mit mondok, hanem hogy az a hely, ahonnan mondom. Van a törékenységem, tudata, és nem csak, tehát egy mélyen megérkezett tudata ott van. Jó, és akkor utoljára pedig hát az a szimplicitás, ezt nem kell nagyon magyarázni, mert nyilván az egyik legláthatóbb dolog módja annak, hogy a pápa él meg nyilvánul, és ami megint hitelessé teszi azt, amit mondani akarsz. Szóval nekünk pont, amikor idegen nyelven tanultam teológiát, volt ott egy magyar jezsuita cimborám, és akkor néha volt, hogy este még ott, óráig még ottan valamilyen teológiai kérdésen, hogy ez hogy van, vagy hogy van,
És akkor persze franciával folytattuk, mert hogy hát úgy ment egész nap, meg úgy olvastunk, és akkor volt néhány szó, és akkor próbáljuk meg ezt magyarul megfogalmazni ezt a kérdést, mert már volt olyan, hogy magyarul sem értem az egész kérdésnek, hanem ez csak a francia nyelvnek a... És akkor ez volt, tehát ha egyszerűen meg tudjuk fogalmazni, akkor tényleg, akkor érdemes ezzel. És ha pedig csak ez már túl van bonyolítva, akkor pedig nem. És ez is egy nagyon... Így az új pápára nézve nagyon keveset tudva arról, hogy mit akar, hogy lesz, mi lesz, tudja, hogy mit akar, vagy még csak keresi. Ez a három dolog, ami így számomra így fontosá vált, és ezzel be is fejezem. Köszönjük szépen!